Az 1848-49-es forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó verseket, énekeket és néptánc koreográfiát adtak elő a Szent Imre Katolikus Általános Iskola 5. osztályos diákjai. A gyerekek az intézmény tornatermében mutatták be a március 15-i műsorukat. Kb. 2 hétig készültünk rá, és nagyon megdöbbentett minket, hogy lefújták az ünnepséget, ugye, de mégse veszett kárba, és engem nagyon jól érintett az, hogy ilyen sokat gyakoroltunk, és én nagyon élveztem. Volt olyan diák, akinek kevés ideje volt felkészülni a műsorra, de örült, hogy részt vehetett benne. Mi elutaztunk volna, és ma vagyok benne a műsorba, és eddig én indítottam a zenét, még próbáltak, mert eddig nem voltam benne. Az intézményben fontosnak tartják, hogy minden körülmények között megemlékezzenek 1848. március 15-ére. A Deák utcai épületünkben rádiós műsoron keresztül mondtak el a gyerekek verset, énekeket, Kossuth nótákat hallgattunk, és így emlékeztünk meg erről a jeles napról. Itt a Kossuth utcán pedig az udvaron a nagyszünetbe fognak 2 verset elmondani az 5. A-osztályosok, mert nálunk minden évben az 5. évfolyam készül a március 15-i ünnepségre. A gyerekek nemzeti színű kokárdákat és zászlókat készítettek, valamint megkoszorúzták Petőfi Sándor szobrát, és elszavalták a nemzeti dal egy részletét.